November 1-én kezdődött hivatalosan a krízis időszak a hajléktalan ellátásban. Az oltalom szeretett szolgálat hosszú évek óta segít a fedél nélkül élőknek. A nappali melegedő, a népkonyhai szolgáltatás és az éjjeli menedéke is elérhető számukra. Köszöntöm a stúdióban Laborci Gézát, az oltalom szeretett szolgálat intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát az időjárás meghazudtolja a naptárat. Igen, enyhe, de azért gondolom, hogy már elkezdődött a tennivaló, de a legérdekesebb kérdés, hogy mi van, hogyha ez az időszak mondjuk kicsúszik, tehát hogyha a tervezett időszakon túlmutat a hideg időjárás esetleg tavasszal. Hát a krízisnek két fogalma van, most egy kicsit ilyen nem egészen szakmai van megközelítve, van egy naptári krízis időszak, és nyilván van egy időjárás függő krízis időszak, mert hogyha az ellátottaknak segítségre, befogadásra van szüksége, akkor természetesen mi ezt minden körülmények között biztosítjuk a számukra, tehát ez magyarul nem kérdés. Rugalmas a rendszer. Persze, természetesen. Mi az, amit igénybe tudnak venni már most? Hát nyilván a megszokott ellátásokat, a nappali melegedőben, az éjjeli menedék helyen, a népkonyhán, ahogy ez itt elhangzott, nyilván a többi részlegben is, ami új elem, hogy minden évben a hajléktalanokért közalapítvány segítségével megpályázunk egy úgynevezett lábadozót. Ez egy a szociális és az egészségügyi ellátásnak a keresztmetszetében meglévő szolgáltatás. 10 főt az éjjeli menedék helyén kialakítunk egy szobát, ide 15 főt tudunk fogadni, akik a kórházból kikerülnek, de még igényelnek egészségügyi ellátást, azok ott maradhatnak, és egészségügyi ellátást, tehát szakemberek segítségével gondoskodunk arról, hogy ne az utcán kelljen a betegség utáni időszakukat eltölteni, ott teljes ellátást kapnak, és ott is lakhatnak. Tehát ez a lábadozó, ez is mindig a krízis időszakban indul, és nyilván ilyenkor egyik a táplálék biztosítása, hogy a hideg időben azért ne romoljon le az egészségi állapotuk. Évek óta szintén hajléktalanokért közalapítvány segítségével mindig vacsorát is tudunk biztosítani. Ugye a népkonyhában osztjuk az ebédet, a meleg ebédet, és így vacsorát is tudunk adni az ellátottaknak. Tehát, hogy a fizikai állapotuk nem romlik a hidegben. És a másik nyilván, hogy megfelelő lakhatást biztosítsunk a számukra. Ez az éjjeli menedék helyen, ott 140 fős befogadó képességgel rendelkezünk, de ha életbe lép mondjuk az úgynevezett vörös riasztás, a vörös kód, akkor nyilván ezek a számuk fölfelé nyithatók, és az intézményünk minden módon segít abban, hogy senki nem maradjon az utcán. Hány hajléktalant tartanak számon Nyíregyházán egyébként, és ez a szám az elmúlt évekhez képest hogyan alakul? Hát akik a mi ellátó rendszerünkben vannak, ugye, akik nem csak ebben, hanem a családuk átmeneti otthonában és az átmeneti szállón vagy az idős otthonban laknak, ez összesen 300 ember, akit mi rendszeresen ellátunk. És ez, nem mondom, nem csak az utcai hajléktalanság. Ez a létszám évek óta nem változik. Tehát gyakorlatilag ez így stagnál körülbelül. Az összetétel az nyilván mindig változik azért. Milyen értelemben? Hát egyrészt a korábbi évekhez képest, amelyet egyáltalán nem szerencsés a statisztikai szempontból nézzük, hogy több a női, növekedett a női hajléktalanoknak a száma, akkor növekedett az a szám, akik egy picit az állami gondozásnak a területéről jutnak, kerülnek vissza, hogy nem alkalmas, nem tudtak megkapaszkodni az állami gondozásban. Talán ez a nevelőszülői hálózat, meg ez a lebontott nagy monolit ellátórendszer lebontása segíthet abban, hogy minél többen önerőből meg tudjanak maradnia. Magyarul egészen fiatalok is bekerülnek Igen. a rendszerbe? Igen. Ez is. Illetve területileg is van, amióta ugye a megyében mi vagyunk az egyetlen komplex ilyen hajléktalanellátó rendszer, akik segítünk. Tehát nyilvánvalóan, hogy ahol nem működtet az önkormányzat ilyet, azoknak egy része szétszóródik az országban, nem csak hozzánk, hanem különböző helyekre is mennek.
Iskolai végzettségben mi a jellemző? Hát nyilván a közép végzettség a legjellemzőbb, de vannak nyilván diplomás ellátottaink is, természetesen, vagy hát nem természetes, tehát ez a hajléktalanság az nem olyan, hogy bizonyos népességcsoportot, vagy képzettséggel rendelkező csoportot, hadd mondjam, hogy támad az meg, sem a diploma nem véd meg. Ez egy nagyon súlyos, adott esetben egy élethelyzet, egy nagyon rossz krízis, tehát azt szoktam mondani éppen ezért, hogy tulajdonképpen hajléktalanság nincs, csak egyedi életdrámák vannak, mert minden egyes embernek más-más az élettörténet, hogy hogy vált valaki hajléktalanná, vagy éppen hogy próbál meg kitörni a hajléktalanságból, mert azért ezekben az emberekben nagyon sokban ott van a kitörési készség is. Ebben tud segíteni az oltalom szeretett szolgálat? Igen. Hát feladatunk is, mert nem intézményfüggő embereket akarunk, hogy ott maradjanak. Két pont van, az egyik az, ami most az utóbbi években egy nagyon jó tapasztalatunk van, a foglalkoztatás. Egy mintaprogramot végzünk, tehát a közfoglalkoztatotti mintaprogramot végzünk. Ebben azt csináljuk egyébként, ami a közfoglalkoztatásnak a házi feladata lenne, hogy ezt mi úgy értelmezzük a közfoglalkoztatást, 15-20 ember tudunk foglalkoztatni, hogy ebben fölkészítjük az ellátottainkat a nyílt munkaerőpiacra való helytállásra. Most az intézményen belül végeznek fenntartó, tehát karbantartó munkát a hölgyeknek, van egy varrodájuk, akik kiváló, gyönyörű dolgokat varnak, és azt tapasztaljuk, hogy ezeket, ha segítjük, akkor így válnak alkalmassá. Tehát és működik a rendszer. Igen. Tavaly új intézkedéseket léptetett életbe a kormány a hajléktalan ellátással, illetve a hajléktalanok életvitelével kapcsolatban. Milyen tapasztalataik vannak ez ügyben? Tesszük a dolgunkat, tehát nálunk ezek az intézkedések, erről tavaly is beszéltünk, nem alapjaiban nem érintették az ellátást, hiszen ez azért született, mert vannak városok, területek, ahol nagyon-nagyon sokan élnek az utcán, miután nálunk az ellátottak döntő többsége az nem az utcán él, hanem az ellátó rendszerben, ezért alapvetően ez az intézkedés a mi munkánkat, a minőségét és az egymásra épülést nem befolyásolta. Tesszük ugyanolyan elkötelezetten a munkánkat, mint ahogyan eddig. Milyen finanszírozással? Hát nyilván állami finanszírozással. Én azt gondolom, hogy egy elég kiszámítható. Tehát ezen a téren sok helyütt van probléma a finanszírozással. Én azt tudom mondani, hogy a hajléktalan ellátásban most már mi jövőre leszünk 20 évesek, amióta én ebben benne vagyok, a finanszírozás alapvetően egy kiszámítható finanszírozás. Ez nyilván azt jelenti, hogy ezzel a pénzzel tudjuk a munkatársakat megfizetni, hogy ők is egy kiszámítható, anyagi szempontból egy kiszámítható közegben tudnak élni, és számíthatnak a fizetésükre, és nem kell izgulni, hogy megérkezik-e a számlára a bérük vagy sem, illetve az ellátottak is tudnak számolni, és mi is tervezni tudunk. Tehát az éves normál finanszírozása ennek a területnek alapvetően rendben van, és ez nagyon nagy dolog. És erre lehet számítani ebben a krízis időszakban is, igen, ami jövő tavaszig érvényes. Labocsi Géza, nagyon köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget.